Várhatóan ezen a héten zárul le a minisztériumi véleményezés azzal a tervezettel kapcsolatban, amely a következő tanévrendjének átalakításáról szól. A tervezet szerint a tanév első napja szeptember 1-e, az utolsó tanítási napja pedig június 21-e lenne. Ha elfogadják, hosszabb lehet a téli és a tavaszi szünet is, viszont a diákoknak nyáron egy héttel tovább kell maradniuk az iskolapadban. Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke úgy látja, nem kell óriási változásra számítani. Ha megvizsgáljuk azt, hogy elvileg 184 napot dolgozunk le, de ebből az általános iskolában ugye 4 nap az elmegy a tanítás nélküli munkanapra, amit szerveznek az általános iskolák saját belátásuk szerint. A középfokú intézményekben 7 nap ugye az érettségi miatt is. Ez a 180 nap azt gondolom, hogy egészen jól van összeszerkesztve. Óriási eltérés nem nagyon van a tavalyi évhez viszonyítva. Sokan azt feltételezik, hogy a tanévrend változtatására a drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt van szükség, vagyis a fenntartó a hosszabb téli szünettel tud majd lefaragni a fűtési költségekből. Iszák Tibor úgy véli, Magyarország éghajlati adottságai miatt egyelőre nem valószínű, hogy a nyári tanítási időszak hazánkban jelentősen kitolódhatna. Nincs kimondva, de én szerintem van benne ráció. Hát ha most jól megnézzük, most hozok egy nyugat-európai példát, például Franciaországban van szünet, 4-2 hét van, de ott nyáron is tanítanak. És az nem biztos, hogy a mi diákjaink, illetve a mi infrastruktúránk fel van erre készülve, hogy mi nyáron ebben a forró hónapokban tanítsunk, illetve télen a nagyon hideg energia felhasználás miatt szintén nehezebben tudnák kezelni szerintem a fenntartók, és ez független minden fenntartótól ezeket a problémákat. Biztos, hogy van benne egy ilyen dolog, meg azért, hogyha megnézzük, nagyon jeles ünnepek esnek bele ezekbe az időszakokba, és ilyenkor a magyar embernek a család az azért nagyon fontos, és szeretnének együtt lenni. Ha megnézzük a téli szünetet és a tavaszi szünetet is, azért ott vannak azok a közösséget összetartó, család összetartó ünnepek. A tanévrendjével szorosan összefügg a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzettel kapcsolatos igazolások határidő szerinti leadása, mondta Iszák Tibor, amellyel kapcsolatban a Nemzeti Pedagógus Kar is igyekszik felhívni a szülők figyelmét. A határidők miatt nagyon-nagyon fontos ezeket a határozatokat, illetve ezeket az igazolásokat beszerezni. Ugyanis ha valakinek lejár ez az augusztus 31-i időponttal ez a határozat, és nem csinálja újra, akkor sajnos nem fogja megkapni azokat a lehetőségeket, kedvezményeket, amelyeket ezek a 3H vagy 2H igazolások és határozatok biztosítanak. És ezért fontos nem csak a pedagógusnak és az iskolának, fenntartó részéről pedig most az új rendszerbe, a kréta rendszerbe szeretnék ezt beemelni, folyamatosan nyomon követni, hogy lehetőleg minél könnyebben tudják és szolgazatabban tudják kezelni majd ezt a helyzetet. Ingyen tankönyv, ingyen étkezések, meg különböző olyan szociális juttatásoknak a felhasználásánál, ami szorosan érinti a szülőket is és ezeket a családokat. Az alelnök hozzátette, az igazolások hiányában a családok nem tudnak hozzájutni az őket megillető szociális támogatásokhoz, ezért érdemes időben elkezdeni az ügyintézést.